A Praktiker Kft. Stratégiai átalakítása 2016-ban kezdődött az új tulajdonos belépésével. Több stratégiai területet jelöltünk ki, ezek egyik legfontosabbak a vásárlói folyamatok fejlesztése. A vásárlói folyamatok fejlesztését lean megközelítéssel kezdtük el a lei bevonásával. A leitől több tanácsadó is segítette a munkánkat, így Szalai Csaba, Berecki Csaba, Bognár Péter. És a fő fókusz a fejlesztéseknek a folyamatfejlesztés mellett az emberek fejlesztése, akik a folyamatokban dolgoznak, illetve a folyamatokat irányító vezetők fejlesztése. A győri áruházban, mint pilot áruházban kezdtünk hozzá egy 6 hónapos workshop sorozat keretében a folyamatok fejlesztéséhez. Az áruház által kiválasztott kritikus folyamatok, mint problémafejlesztések, kerültek napirendre, és a fejlesztések eredményeképpen megértettük a problémák okait, megértettük a folyamatokat, amelyek befolyásolják az eredményeket, illetve megértettük azokat a vezetői rutinokat, amelyek befolyásolják a jelenlegi folyamatot, és a jövőben is fontosak. Hogy a fejlesztések eredményeképpen létrehoztunk új standardokat, elkészítettünk oktatást, segítő anyagokat, elvégeztük a dolgozók oktatását, betanítását, és ennek eredményeképpen valamennyi folyamat, amelyet kézbe vettünk, az látványosan fejlődött, és hát ez az üzleti eredmények oldaláról is megmutatkozott. Az elért eredményeket a kollégák maguk prezentálták a cégvezetés részére, és az eredmények az ügyvezetőnk számára nagyon meggyőzőek voltak, hogy a Karl-Heinz Kétor úgy döntött, hogy valamennyi áruházra ezeket a folyamatfejlesztési workshopokat ki kell terjesszük. A győri pilotot követően 4 áruházban folytattuk a munkát, majd az itt elért eredmények prezentálását követően újabb 5 áruházzal kezdtünk el együtt dolgozni, és ez így folytatódik, míg valamennyi áruházban meg tudjuk honosítani ezt a fajta strukturált probléma megoldó kultúrát. Az elért eredmények nem maradhatnak meg egy-egy áruházban, hanem azt valamennyi áruházban szeretnénk kiterjeszteni. Ennek az útja az egyfajta implementáció, de egy értelmes implementáció, amelynek során figyelembe veszik az egyes áruházak adottságait is.